A Jumpers Dombovári Kötélugró Sportegyesület részt vett a Pozsonyban megrendezésre kerülő Kötélugró Európa bajnokságon. A csapat 8 tagjára több versenyszám várt az egy hét alatt. Három részből áll, mert van egy nyílt része, ugye a nyílt Európa-bajnokság, van egy junior Európa-bajnokság, és van ugye a rendes ugye felnőtteknek szóló Európa-bajnokság. Erre a versenyre előtte három versenyem volt válogató verseny, amiken ugye részt vettünk, és itt a gyerekek, illetve a csapatok kivívták maguknak a lehetőséget, hogy megmérettessék magukat az Európa-bajnokságon. Természetesen nem csak a munka kellett hozzá, hanem anyagi támogatás is. 8 versenyzőnk jutott ki az Európa-bajnokságra, ebből a 8 főből 3 fő egyéni versenyszámokban is, illetve ugye 2-2 4 fős csapat a csapatversenyszámokban, ami összesen 8 versenyszámot jelent. Két tagunk már volt világbajnokságon, az is egy nyílt világbajnokság volt, de akkor még nem volt egyesület a mi kis csapatunk, akkor csak ugye, mint magánszemélyek tudtuk összeszedni a pénzt és kijutni egy ilyen versenyre. A csapat nagy részének ez volt az első nemzetközi pályára lépése, melyet komoly felkészülés előzött meg. A hétvégéiket több alkalommal fel kell áldozni a versenyek miatt. Egy versenyév az ugrókötélben arról szól, hogy először ugye az egyéni versenyszámokban mérettessék meg magukat a gyerekek, illetve akik szeretnének a nemzetközi versenyekre menni, majd ugye rákövetkező a csapatbajnokságok, ez is ugye 2-3 versenyből áll, ugye arra is ugye külön fel kell készülni, és ugye egyszerre, mivel nagyon sok a versenyszám, ezért nem is lehetne megtartani, mert akkor ugye a minőség kárára menne. Egy csapat 4-6 fős lehet, nálunk ugye csak 4 fős csapatokat tudunk kiállítani a korosztályok miatt, ugye nincs annyi versenyzőnk, hogy nagyobb létszámú csapatot tudjunk összerakni. Egy-egy ilyen 4 fős csapat összesen 8 versenyszámot csinál. Azt jelenti, hogy 4 gyorsasági versenyszám van, ahol ugye van, amikor 2 ugrálnak, van, amikor 3 hosszú kötéllel és 4 hosszú kötéllel, és akkor ezen felül ugye jönnek a szabadon választott gyakorlatok, amikor is ugye egy zenére 1 perc, 15 másodperces kreatív gyakorlatot kell bemutatni, ahol ugye a legnehezebb és legkreatívabb elemeket kell bemutatni. Ebből van páros, van formáció, DD3, tehát ugye hosszú kötélben, mikor 3-an vannak, és hosszú kötélben, mikor 4-en vannak. Az Európa-bajnokság arra is jó alkalmat kínált, hogy a szintén nagy tudással rendelkező többi csapat technikáját közelről vegyék szemügyre. Ez egy nagy lélegzetvételű verseny, ugye egy egész hétig tart, mire minden versenyszámot minden korosztályban, korcsoportban és minden versenytípusban megcsináljanak. Ilyenkor tényleg el lehet lesni mindent. Magyarországon egy-egy ilyen verseny ugye egy maximum 2 napig tart, ugye a nevezők létszámától függően, úgyhogy itt fejben is sokkal tovább ott kell lenni, tehát erre igenis mentálisan készülni kell, különben az ember szét tud esni a második nap végére már. A lányok egy életre szóló élményt szereztek Pozsonyban, ahol Európa legjobbjai között állták meg a helyüket. Mint mondják, a háttérben sok gyakorlás és felkészülés áll. Az Európa-bajnokságra a felkészülést azt 2 héttel a verseny előtt kezdtük. Egy ilyen 2 hetes alapozás volt az első, amikor futottunk és erősítettünk és edzettünk is. Aztán utána napi 2 edzésünk volt már, egy reggel és egy délután. És ezt a felkészülést, ezt a meleg az nem könnyítette, viszont mi próbáltunk mindent beleadni, hogy aztán az Európa-bajnokságon a lehető legjobb eredményt tudjuk hozni. A versenyen a szállással szerintem mindannyian nagyon meg voltunk elégedve, mert egy nagyon szép szállodában voltunk elszállásolva. A verseny, hát ott nem a legkönnyebb ellenfeleket kaptuk igazából, mert Európa legjobbjaival kellett felvennünk a versenyt, ami nem tűnt egy egyszerű feladatnak, viszont én azt gondolom, hogy az egész csapat helytállt, és hoztuk azt az eredményt, amit elvártak tőlünk. A dombovári csapat egyik párosa a nyílt bajnokság kínai versenyszámban a 3. helyet hozta el Pozsonyból. Amiben mi indultunk, az egy páros versenyszám volt, szóval 2 kellettünk ahhoz, hogy megvalósítsuk, ehhez nagy csapatmunka is kellett, amit az edzéseken volt időnk gyakorolni. Egy régi koreográfia volt, de erősítettünk rajta, mert nyilván nem egy magyar mezőnnyel álltunk szemben, hanem egy Európa bajnoki mezőnnyel.
A versenyszámunkban mindegyik dobogóra magyar léphetett fel, és erre nagyon büszkék voltunk, főleg amikor három magyar zászló kúszott fel a dobogó mögé. A csapat pihen egyet, majd újult erővel indulnak neki a magyar bajnokságnak.